Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a világ jelenlegi alakulásával? Már nem azt kérdezem, hogy avval, amerre megy a világ, mert már ott van, ahol van a világ. Tehát beérkeztünk oda, amire számítottunk, és már mondom, 10 éve. Na most ott vagyunk, ott tartunk. Na mennyire vagytok ezzel a világgal? És milyen világot láttok? Milyen világban élünk? Kíváncsi vagyok. Manipuláció van. Zsarolások. Ki akarnak bennünket írtani? Megtévesztések vannak? Etikátlanságok vannak? Nem engedünk föl senkit. Jó? Sőt, becsukjuk az ajtót. Jó? De aki késett, így járt. Jó? Tehát lényeg az, hogy addig nézze interneten, mondjuk telefonon keresztül. Hát ha nincs, akkor így járt, így van. Jó, tehát akkor nem vagyunk elégedettek azzal, ami jelenleg van? Tehát mondom, már nem azt kérdezem, hogy amifelé tart a világ, hanem ahol vagyunk most jelenleg. És szerintetek az emberek mire számítanak a világ alakulásával? Azt hiszik, hogy jobb lesz, hogy visszaállni. Igen. De már ugye már régóta mondják, hogy már nem lesz olyan világ, mint volt, de mégis az emberek arra számítanak, hogy az lesz. Az a baj, nem gondolkodnak. Hát csak egy dolgot kellene nézni az embereknek, ugye, hogy milyen jogszabályok voltak akkor, illetve milyen kormányzás volt akkor, amikor nem volt. Ugye, tehát másfél évvel ezelőtt, tehát februárig, 2020. február végéig milyen kormány, március elejéig milyen kormányzás volt, végig gondoljátok, parlamentális, nem? Tehát ha hozni akartak egy törvényt, akkor a parlament összeült és hoztak egy törvényt. Ha hozni akartak egy rendeletet, egy kormány akart egy rendeletet hozni, akkor a parlamentnek előzetesen azt jóvá kellett hagyni, azt a rendeletet. Tehát ami azt jelenti, hogy nyilván a kormánynak volt szabad törvény vagy rendeletalkotási joga, de úgy volt, hogy a törvényben volt meghatározva, hogy a kormány rendeletekkel egészítheti ki a törvényt. Tehát ez mindig így volt, mióta az eszemet tudom, illetve mióta joggal foglalkoztam. Ugye mikor kezdtem joggal foglalkozni 94-ben, és lényeg az, hogy 94-től ugye mindig azt láttam, hogy minden kormány akkor hozhatott rendeletet, hogyha előtte a törvényben meg volt határozva, hogy azt a törvényrészt, vagy azt a törvényt még kiegészíthetik maga a kormány rendeletekkel. Például így jöttek létre a rendeletek annak idején, amikor pénzintézet vezető voltam, így jöttek létre például az önkéntes nyugdíjpénztárnál, önsegélyező pénztárnál, akkor az egészségpénztárnál így jöttek létre a rendeletek, de úgy, hogy meg volt határozva minden keret, és azon belül ilyen részletek voltak szabályozva rendeletekben, de mindig is így volt, hogy a rendeletek a részleteket szabályozta, és a fő alapelvek azok mindig törvényben voltak meghatározva. Na most ez megváltozott, mikortól változott meg alapvetően? Hát tavaly novembertől. Tehát tavaly novembertől van veszélyhelyzet, ugye volt egy veszélyhelyzet tavaly tavasszal, majd átváltott válsághelyzetbe, ugye a válság ez egy,
egy kevésbé magas veszély, tehát kevésbé magas veszély. A veszély az a legmagasabb helyzet, tehát veszélyhelyzetet gyakorlatilag tudod, mikor szoktak elrendelni egy országban, ha háborús támadás éri, vagy belső háborús helyzetben szoktak, vagy akkor például, hogyha mit tudom én, mondjuk fölrobbant volna Paks, akkor lett volna veszélyhelyzet, vagy mondjuk mit tudom én, itt Budapesten fölrobbant volna mondjuk a volt Kinoin, és akkor ugye akkor Budapestre és a környékére vonatkozóan veszélyhelyzetet rendeltek volna el. Na most ez így volt mindig, hogy különösen súlyos esetben lehetett volna veszélyhelyzetet elrendelni, amire nem volt példa 56-tól, tehát 1956-tól. Tehát 1956 óta nem volt olyan súlyos helyzet, hogy veszélyhelyzetet rendeltek volna el. Tehát most szerintetek olyan súlyos helyzet van? Tehát 1956-tól voltak azért mindenféle járványok, de soha egyetlen egyszer nem, és ugye 56-ban nem a járvány miatt volt veszélyhelyzet, ugye, hanem a politikai, tehát a forradalom miatt volt veszélyhelyzet, tehát akkor ugye volt egy ilyen polgárháborús, idegen támadásos helyzet, na ott volt veszélyhelyzet, de azóta nem volt. És átalakították a törvényt olyanná, hogy gyakorlatilag bármire most már veszélyhelyzetet lehet elrendelni. Érted? Tehát bármire ilyen veszélyhelyzet. Na most ez azt jelenti, hogy ugye a demokráciában parlamentális törvényhozás van, parlamentális jogalkotás van, tehát a parlament alkotja a jogot. A diktatúrákban ez úgy van, hogy hát a pártvezetők hozzák, tehát a diktatúrában mindig úgy voltak, hogy a pártvezetők hozták a jogszabályokat, a szabályokat inkább úgy mondanám, a rendelkezéseket, vagy akár törvényeket, és hát most pont ez van. Most is egy pártnak a vezetői hozzák a rendelkezéseket. Igaz, hogy látszólag nem egy pártrendszer van, csak a többi párt nem szólhat bele semmibe az ég adta világon, tehát semmilyen szinten nem szólhat bele, és gyakorlatilag most a pártnak a vezetői hozzák a jogszabályokat. De nem csak Magyarországon lett így, hanem számos országban így van. Tehát nem hiszem, hogy Magyarország mintájára van így, hanem valami központi utasításra lehet így, mert nagyon érdekes, mert nem csak az EU-ban vannak ilyenek, hanem más országokban is hasonló dolog van, hogy a pártvezetés, tehát a hatalmon lévő párt és annak a vezetői rendeletek útján kormányoznak. Tehát nem törvények útján, rendeletek útján kormányoznak. Na most utoljára ilyen, hogy rendeletek útján kormányozás, nem tudom, tudjátok, hosszabb távon, nem tudom, tudjátok egy mikor volt. A második világháborúban így van. Tehát ugye a második világháború vége felé volt az, hogy rendeletekkel kormányoztak, például Szálasiék. Tehát akkor volt diktatúra Magyarországon, a legnagyobb diktatúra, amikor a Szálasiék
kormányoztak. Na most a Rákosi időszakban azt mondjátok, nem, nem a Rákosi, a Szálasi időszakban sokkal nagyobb diktatúra volt, mint a Rákosi időszakban. Jó, tehát, és ha megnézzük ezt az egész dolgot, tehát amikor egy párt vezetői úgy kormányozhatnak, hogy rendeletekkel kormányozhatnak, kihagyva a parlamentet, tehát még akkor is, hogyha a parlament felhatalmazást ad a kormánynak, mert ugye ez régen is így volt, hogy elvileg a parlament hatalmazta föl a kormányt, és onnantól kezdve gondolod, hogy tehát most ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem a világ több országára vonatkozik, EU-n belül meg nagyon sokra. Na most gondolod, hogy olyan tisztességesek az állami vezetők mindenütt a világban, ahol most rendeletekkel kormányoznak, hogy azzal nem fognak visszaélni. Tehát ugye ez a baj, hogyha pár ember felett nincs kontroll, akkor, és olyan emberekről van szó, akik nincs kontroll, akik bizonyítottan hatalommániások, mert ha nem lennének hatalommániások, akkor nem ők lennének a párt első számú vezetője vagy vezetői, és nem ők lennének hatalmon. Tehát én még a történelemben nem láttam olyat, elég jól ismerem a történelmet, mert szerettem világéletemben, én még nem láttam olyat, hogy hatalommániás emberek, akik hatalomra kerülnek, azok egy idő után ne éljenek vissza a hatalmukkal. Tehát hogyha a nép azt gondolja, hogy olyan becsületes emberek vannak az állam élén, akik nem fognak visszaélni a hatalmukkal, hát nagy tévedésben éltek. Azok nagy tévedésben élnek. Tehát ha nem hatalommániás emberekről lenne szó, akkor mondhatná az ember azt, hogy nem fognak vele visszaélni. És az tény, hogy hatalommániás, mert ha nem hatalommániás lenne, akkor mondjuk lenne egy saját cége, és ott vezetné mondjuk az alkalmazottakat. Világos ez? De neki az nem volt elég, ő politikus akart lenni, most ugye nem magyar viszonyt nézzétek csak, hanem szerte a világban. Politikusok akartak lenni ezek az emberek, azért, mert politikusként nagyobb hatalomra tehetnek szert, mint mondjuk egy cégvezetőként. Na most, ha egy ember politikusként nagyobb hatalomra akar szert tenni, mint mondjuk cégvezetőként, akkor tudja, hogy hatalommániás. De egyébként meg lehet nézni mondjuk valakinek a horoszkópját, például megnézheted a mi miniszterelnünknek a horoszkópját, és de megnézheted a számlisztikáját is, ott van benne a hatalommánia. Ott kezdődik, hogy a horoszkópban az oroszlánnak hatalommániája van. Oké? Tehát az összes jegy közül az oroszlán jegyű a legnagyobb hatalommániás. Oké? Tehát, de mondom, számmisztikailag is meg lehet nézni. Én egyébként megnéztem a Gyurcsánynak is a számmisztikáját, megnéztem az Orbánnak a számmisztikáját, sőt akkor még a Bajnai Gordonnak, mert ő volt éppen a számmisztikáját, stb. Stb.
és mindről, tehát mindnek a számmisztikája benne van, számmisztikájában benne van a hatalommánia. Mindnek. És ha asztrológiai szempontból nézed, ugyanúgy. Tehát ha megnéznéd most az összes állami vezetőt a világban, a horoszkópjában, vagy a számmisztikájában, minél megtalálod a hatalommániát. Tehát mit jelent a hatalommánia? Hogy valamiből neki sok van. Több, mint aminek kellene lenni. Érted? Több, mint ami kellene lenni. Tehát például mondjuk egy, ugye a hatalommániások szoktak lenni a számmisztikában azok, akiknek túl sok az egyese, vagy túl sok a nyolcasa, vagy ennek a keveréke. És onnantól kezdve ez mindenhol felelhető az összes olyan embernél, amelyik hatalommániával küzd. Na most, de mondom, ez a fő probléma, hogy egy hatalommániás ember től ne várd az tisztességet. Oké? Mert a hatalommániának az alapja az én. Világos ez? Na most egy olyan ember, amelyiknek az én dominál, az nem veszi figyelembe mondjuk a többség érdekét. Oké? Az nem veszi figyelembe azt, hogy más érdekek is vannak az övén kívül. Tehát, de jó, én belátom, hogy a legtöbb ember ezekhez a dolgokhoz nem ért. Na most én megértek. Tehát, sőt, tanítom is ezeket a dolgokat. Tehát lényeg az, hogy ha nem tanultál még ilyeneket, hogy mit jelent a hatalom és a hatalommánia, akkor nézd meg a történelembe. Nézd meg. És nézd meg, hogy vajon azok az emberek, akik a történelemben, tehát most férfiakról beszélek, tehát nem nőkről, férfiakról, azok, akik a történelemben hatalomra kerültek, vajon melyik volt több? Az, amelyik visszaélt a hatalmával, vagy amelyik nem élt vissza a hatalmával. Én tanultam egy olyan hölgynél, aki a Kádár korszaktól az első Orbán korszakig kiszolgálta az összes miniszterelnököt, mint protokollfőnököt. Mint protokollfőnök. És ugye az Orbán kormány menesztette, mint protokollfőnököt, és onnantól kezdve ugye oktatásra adta a fejét, könyveket írt, stb. A protokollról. És ő elmesélte, hogy tök normális emberek bekerültek a hatalomba, és mit jelentett számukra, amikor már hatalomba voltak. Hogy elszálltak maguktól, és a hatalom mánia miatt már nem úgy működtek, mint mikor hatalomra kerültek. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát addig lehet, hogy etikusan működtek, míg hatalomra nem kerültek. Bár ugye ezt is sokszor meg lehet kérdőjelezni, mert ugye például, csak most mondok egy példát, Merkel asszony, aki a politikába bevezette és tanítója volt
az a Helmut Kohl volt Merkel asszonynak. És ő volt az, aki kicsinálta a Kohlt. Oké? Tehát Helmut Kohlnak köszönhető például Németország egyesítése és a fal lebontása. Oké? És ugye ő vitte be a politikába Merkelt, és ő tanította ki mindenre, és őt csinálta ki a tanítványa. Oké? De szó szerint értsétek. Na most, ha ezt végignézzük, tehát addig nem biztos, hogy baj van a legtöbb politikussal, ameddig nem kerül hatalomra. De hatalomra kerülnek, és ugye ez a hölgy, aki protokollfőnök volt, elmondta, hogy minden miniszterelnöknél ugyanez volt a probléma. Az összesnél, akit szolgált. Hogy bekerült normális emberként, és elszállt magától a hatalom miatt. Na most ő elég jól látta, mert ugye ő volt a protokollfőnök a minisztériumban. Na most, tehát lényeg az, hogy mondom, gondoljátok végig, hogy itt a történelemben a hatalomra került emberek többsége vagy kisebbsége élt vissza a hatalmával. Méghozzá azt lehet mondani, hogy túlnyomó többsége. Nem? Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten mindegyik. Még a jók is. Még akik a történelembe mondjuk jó királyként vonultak be, azok is. Csak mondok egy példát, most nem leépíteni kívánnám az egyik legjobbnak tartott királyunkat, Mátyást. De hatalmat és birtokokat adományozott a román, hogy hívják a vámpír? Drakulának, Drakula grófnak. Tehát Drakula grófnak. Tehát Mátyás tette Drakula grófot hatalmassá. Oké? Ezt megnézheted a történelemben, ez így volt. És utána a Drakula gróf sok ezer embert likvidált. Tehát sok ezer embert, mondhatjuk azt, hogy egy tömeggyilkos volt. Érted? És Mátyás segítette hozzá, hogy akkora hatalma és vagyona is egyebe legyen. Vagy vagyona és hatalma, inkább úgy mondanám. Jó, tehát és vajon miért kellett neki mérgezéses halált szenvednie? Mert nem teljesítette be azt a küldetést, amiért leszületett. Tehát akkor magyarul a hatalmával valamilyen szinten visszaélt, mert kivonták a forgalomból, mert ugyanis ez úgy működik, hogy ha olyan védelem alatt áll valaki, akkor nem tudják megmérgezni, vagy ha megmérgezik, simán túléli. Érted? Tehát lényeg az, hogy kivonták a forgalomból, annak ellenére, hogy vonult be a történelemben. Érted? És miért vonták ki a forgalomból? Mert a küldetését nem teljesítette. Tehát neki az erejét, azt nem és hatalmát nem a nyugat ellen kellett volna fordítani, hanem a déliek ellen. Ugye azok meg a törökök voltak. Na most akkor nézzük egy másik
megint nem leépítve, mert én ezeket nagyon nagyra becsülem. Mátyást is, meg a következő szemét is. Volt egy, a legnagyobb királyunk, nem tudom, tudjátok-e ki volt? A magyarok legnagyobb királya. Na, ki volt? Attila. Tehát a magyarok legnagyobb királya Attila volt. Tehát Attila nem csak a magyarok királya volt, hanem még egy csomó hun törzs királya volt. Csak akkor még nem Magyarországról beszéltünk, hanem Hunniáról beszélhetünk, oké? Tehát Hunnia meg nem egyenlő Magyarországgal. És lényeg az, hogy Attilának ugyanaz volt a sorsa, mint Mátyásnak, hogy őt is megmérgezték, mert nem teljesítette be küldetését. Neki vajon mi lett volna a küldetése? Nem azt, hogy megsarcolja a római birodalom városait. Megsarcolás, ezt úgy ért, hogy megadóztassa. Hanem az egész züllött római birodalmat el kellett volna söpörnie, úgy, ahogy van. És ezt nem tette meg. Oké? És ezért kellett meghalnia. És minden lehetősége, minden képessége megvolt ehhez, mint ugyanúgy Mátyásnak is megvolt, hogy visszaszorítsa a törököket. Annak is megvolt. Minden adottsága, képessége, lehetősége megvolt, hogy a törököket visszaszorítsa. És nem tette meg. És ezért mi lett velük? Fentiek kivonták a forgalomból. Oké? Hát magyarul hagyták, hogy megmérgezzék. Érthető ez? Tehát mondom, nem leértékelem őket, és ne értsétek félre, hanem ez így működik, hogy az emberek azok akármilyen a történelmi szerepe, akármilyen pozitív a történelmi szerepe, de nem élnek a hatalmukkal jellemzően, hanem visszaélnek a hatalmukkal. Most mondanék egy példát, jó? Egy másik példát, amerikai példa. Ott van Lincoln. Őt is meggyilkolták. Hát ha neki olyan pozitív lett volna a szerepe, akkor gondolod, hogy a fentiek hagyták volna, hogy meggyilkolják. Hát mindig a fentiektől függött, ugye az, hogy leszület az ember, meg hogy mikor hal meg. Jó, hát ha nem teszi tönkre magát, vagy nem öli meg magát, nyilvánvaló. Az a fentiektől függött, hogyha normális élethelyzetben volt. Tehát de azt a fentiek simán meg tudják akadályozni, hogy például valakit meggyilkoljanak. Simán. Mert például az az illető, aki mondjuk valaki, olyan embert, aki védelem alatt áll, meg akarják gyilkolni, akkor azoknak is, aki meg akarja gyilkolni, meg aki kiadta a parancsot, leállítják a szívét. És akkor mit csinál? Vagy elpattintanak egy eret a fejébe, és akkor mit csinál? És akkor próbáljon utána gyilkolászni. Hát az ember úgy működik, hogy a lelkünkön keresztül, tehát az emberek nem úgy születnek, hogy a lelküket azt alulról kapják. Mit jelent az, hogy alulról? Pokolbéliektől. Mennybéliektől kapjuk a lelkünket. Tehát mennyből jön a lelkünk. Na most, és a mennybéliekkel van kapcsolatban a lelkünk. Onnantól kezdve a lelkünk ugye benne van a testünkben. És az agyunkkal kapcsolódunk a lelkünkhöz. Ezért baj, hogyha valakinek nagyon megsérül az agya, mert lehet, hogy megszünteti az a sérülés a lélekkel való kapcsolatot.
De az ember nem sérül meg az agya mondjuk egy balesetből kifolyólag, akkor ez az agyi lélek kapcsolat ez megvan. És onnantól kezdve te bármit gondolsz, a lelket tudomást szerez róla, és mivel ugye a világegyetemünk úgy működik, de legalábbis ez a része itt, ahol most vagyunk, hogy ha nem lennénk testbe, akkor nem kellene beszélgetnünk. Mert simán telepátiával tudnánk gondolatot közvetíteni egymásnak. Amit nem tudom, tudjátok-e, hogy még Ádámék javába csinálták. Ádám, Éva. Nem kellett beszélniük, telepatikusan tudtak egymásnak üzenetet közvetíteni, tehát kommunikálni. Na most, a lelkednek van egy telepatikus kapcsolata. Minden embernek, a lelkének van egy telepatikus kapcsolata. Ezt a telepatikus kapcsolatot fenntartják egy olyan lélekkel, amely nem vesztette el a tudását, mert nem született le a Földre. Tehát nem bújt bele egy emberi testbe. És ez a telepatikus kapcsolat, ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberi léleknek a segítője, aki közrejátszott abban, hogy hova szülessünk, mikor szülessünk, stb. Stb. Ezt én úgy nevezem az én ilyen kapcsolatomat, hogy teremtőm. És ezzel a teremtőmmel a lelkem folyamatosan telepatikus online kapcsolatban van. Gondold végig ezt az online szót, megértették volna 50 évvel ezelőtt. Na szóval, és onnantól kezdve bármit gondolok, a teremtőm tud róla. Na most a teremtőm az olyan, hogy a kommunikációban van más emberi lények teremtőivel. Oké? És szervezik az ügyeket, a dolgokat. Tehát amikor egy ember egy védelem alatt álló lényt mondjuk el akar, miért lehet valaki védelem alatt? Mert olyan dolgot csinál, ami az emberiség számára hasznos. Na most az emberiség az nem csak az emberről szól, hanem ha kicsit távolabb nézzük, milyen mértékben függ az emberiségtől az élővilág, az anyagi világ, magyarul a bolygó. Ezáltal ugye az emberiségtől függ a bolygó működése jelen pillanatban. Tehát mi vagy pozitív hatással vagyunk emberekként a bolygóra, ha vagy negatív hatással vagyunk emberekként a bolygóra. Na most, de ha ezt megnézzük ezt a dolgot, akkor azt látod, hogy ha egy ember, mit tudom én, az emberiségre pozitív hatással van, akkor a bolygóra pozitív hatással van. Érted? És akkor arra védelmet helyeznek ki. Ami azt jelenti, hogy a védelem odáig fajul, hogy vajon más emberi lények mit kommunikálnak egymással. És mit akarnak tenni azzal a személlyel. És azzal a személlyel mondjuk olyat akarnak tenni, mint például csináltak Mátyással vagy Attilával, akkor simán megállították volna. Oké? Tehát ezt így csinálják, hogy megállítják. Úgy állítják meg a dolgot, hogy az illető, az, aki végrehajtaná azt a feladatot, nem tudja végrehajtani. Oké?
Hát ugye ezért nagyon egyszerű a dolog, amikor itt ezen a bolygón aranykornak kell lenni, addigra már nem lesznek elnyomók, mert szépen mindet kivonják a forgalomból. De nem csak azokat vonják ki a forgalomból, hanem azokat is, akik megtagadják a fenti létformába jutás lehetőségét. Na most a fenti létformába jutás lehetőségéhez egy-két gondolat. Régen ugye hogy tanították az embereknek? Ugye úgy tanították az embereknek, hogy hisz Istenben. És aki nem hitt Istenben, az arra azt mondták, hogy eretnek. És mágián elégették. Oké? Tehát aki megtagadta Istent, azt mondjuk elégették mágián. De ez a világ elmúlt. Most egy olyan világ küszöbén vagyunk, ahol egy átmeneti korszaknak kell lenni ahhoz, hogy az emberek bejussanak egy magasabb létformába. Ez az átmeneti korszak úgy nevezendő, hogy aranykor. Tehát aranykor. Ennek az aranykornak 2035-re kell beköszönteni a bolygón. Hát a bolygón. Hát ez nem túl messze van. Az átmeneti korszak 2012-től indult. 2012 évvégétől. És ebben az átmeneti korszakban, majd ugye, tehát ez akkor négy korszak, ha megnézitek. Egy korszak volt, ami 2012 évvégéig tartott, nem egész évvégéig, mert december 22-ig tartott. Ezt úgy hívják, hogy vaskor. Most van egy átmeneti időszak, aminek gyakorlatilag a franc tudja mi a neve, mert átmeneti időszak. Ez azt jelenti, hogy lesz egy következő korszak, amit úgy hívnak, hogy aranykor. És utána van egy következő korszak, ami a felső létforma korszaka. Tehát a felső létforma korszakába kell besorolódnia a Földnek. Tehát a Földnek. Erre nincs pontos határidő, de miért kell az átmeneti korszak? Azért, mert az embernek van egy olyan elméje, ami miatt, ha elnyomást kap, akkor hiába tanult, hiába képezte magát, elveszíti a tudását. Addig, míg az elnyomás fennáll. Amikor az elnyomást már nem érzékeli az egyén, akkor visszaáll a működése, az a fajta működés, hogy a tudására emlékszik, és tudja használni. Tehát még egyszer, kap az ember egy elnyomást, és hiába tanult, mintha nem is tanult volna semmit. Elmúlik az elnyomás, és amit tanult, az ismét kristálytiszta. Tehát nem lehet így fejlődni. Így nem lehet fejlődni. Tehát egy olyan közegbe, ahol az ember folyamatos elnyomást kap, nem lehet fejlődni. Ezért kell egy olyan társadalmi forma, ahol már nincsenek elnyomók. Hogy lehessen
folyamatosan fejlődni. Addig mit tegyenek az emberek? Mert addig is kellene fejlődni. Régen ezt hogy csinálták? Elvonultak remetének, mondjuk egy kolostorba. Oké? Tehát egy olyan helyre mentek, ahol ami mentes volt az elnyomóktól. Érthető ez? Tehát, hogyha te nem hozod létre az életedben azt, hogy egyre kevesebb elnyomóval találkozz, tanítjuk, hogy hogy lehet őket felismerni. Ha nem, ugye a bolygón minden ötödik ember elnyomó. És ha nem tudod őket felismerni, és nem tudod őket kezelni, akkor állandóan úgy fogsz tanulni, hogy fejlődsz, visszaesel, fejlődsz, visszaesel, fejlődsz, visszaesel, fejlődsz, visszaesel. És én ezt is látom az embereknél. Azoknál nem látom azt, ezt, akik kiiktatták a civil életükből az elnyomókat. Oké? De ahhoz, hogy kiiktasd a civil életedből az elnyomókat, ahhoz nem alkalmazottként kellene tevékenykedni. Tehát kellene kitűzni egy olyan célt, hogy előbb-utóbb feladd az alkalmazotti létet. És ne foglalkozz olyan emberekkel, akik antiszociálisak. Magyarul elnyomók. Ugye én tanítom az embereknek a párkapcsolatot. Van ilyen több hónapos képzésünk. Párkapcsolati coach. A coach azt jelenti, hogy edző. Mi értelmezésünkben ember és életjobbító edző. Szóval tanítom a párkapcsolatot. És ugye tanítom azt is, hogy az a legjobb pár neked, aki van. Kivétel, egy kivétel van. Ha az elnyomó, az a kivétel. Mert ugyanis egy szociális ember zárja el magát az elnyomótól, tehát az elnyomó legjobb kezelése, ha nem foglalkozol vele. Tehát nem kommunikálsz vele, nem találkozol, tehát semmilyen kommunikációt nem folytatsz vele. Tehát az a legjobb kezelése. Minél többet kommunikálsz egy elnyomóval, annál nagyobb hatással van rád, és annál inkább elveszíted a tudásodat. De nem csak azt, amit tanulsz, amit akár gyerekkorodban tanítottak, azt is. Tehát milyen tudást? Hát nézd meg, például, tudod, mikor szenved az ember balesetet? Amikor elnyomás hatása alatt van. Tudod, mikor van olyan, hogy beteg az illető? Amikor előtte elnyomták. Tehát minden betegség elnyomás következménye. Minden betegség. Minden baleset elnyomás következménye. És az emberek ezt nem ismerik, ezt az adatot. Ez egy adat. Nincs olyan betegség, ami ne elnyomás következménye lett volna. Nincs olyan baleset, ami ne elnyomás következménye lett volna. Tehát ez mit jelent? Elnyomás hatására az illető olyan szintre süllyed, ahol megbetegszik. Vagy elnyomás hatására olyan szintre süllyed, hogy nincs a jelenre figyelme, és ezért balesetet szenved. Na most gondold végig, ha elnyomás hatására történik minden baleset és minden betegség, onnantól kezdve azt is gondold végig, hogy akkor nyilván egyértelmű, hogy az ember olyankor nem tudja használni a tudását.
Mert ha tudná használni a tudását, akkor az elnyomás következménye nem lenne baleset, vagy nem lenne betegség. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy az ember egy olyan furcsa lény, hogy addig, míg elnyomást kap, hullámzik. Tehát ha valaki sokszor kap elnyomást, akkor ez a hullámzása ilyen sűrű. Persze lehet, hogy a fölfele menő egyre kisebb lesz, és lefele egyre jobban fog süllyedni. De lényeg az, hogy hullámzik. Nos, minél kevesebb elnyomást kapsz, annál kisebb a hullám. Világos? Mármint úgy értve, hogy annál kevesebb a hullámzás. Tehát annál kevesebb a hullám. Na most itt vagyunk tehát mi emberek, ezzel a furcsa elménkkel, amiről már sokat beszéltem itt a díjmentesben is, de most ezért nem fogok róla beszélni. De lényeg, hogy így működünk, és emiatt ebben az időszakban, ebben az átmeneti időszakban 2035-ig az ember vagy kezdi magát elszeparálni az elnyomóktól, egyre inkább, vagy nincs fejlődés. Na most ez az időszak a kiválasztódása annak, hogy kik lesznek a jövő vezetői, tanítói. Oké? Tehát inkább úgy mondanom, hogy tanítói. Kik lesznek? Na most egy olyan ember, aki állandóan hullámzik, mert állandóan hagyja, hogy olyan környezetben legyen, ahol elnyomják őt, akkor hogy akar tanító lenni a jövőben, ha állandóan elveszíti a tudását az elnyomás hatására? Te gondolkozz már! Gondolkozz! Azért van a fejed, hogy, és abban az agyad, hogy gondolkozz. Oké? Na most ez mit feltételez? Azt feltételezi, hogy akik a jövő tanítói lesznek, azok hajlandók voltak az átmeneti korban változtatni. Nincs változás változtatás nélkül. Világos ez? Tehát úgy tudunk változni, hogyha először is változtatunk. Ha nincs változtatás, nincs változás. Oké? Na most, ha megnézed, az emberek többsége irtózik a változtatástól. És sokan úgy akarnak változni, hogy változtatni semmin nem akarnak. Még egyszer mondom, nincs változás, ha nincs változtatás. A fentiek ide küldtek tanulni. Azért, mert látják benned a képességet arra, hogy te alkalmas lennél a tanítói szerepre a jövőben. Na most, de ha nem változtatsz, te nem lesz sose tanító. Oké? Sose. Jó? Tehát itt vagyunk mi, akik azért vagyunk, hogy létrehozzuk az aranykort. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, már pedig rajtunk kívül nincs olyan szervezet, amely erre törekedne. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor,
akkor a következő fog történni. Azok, akik megtették, amit megtehettek, azokat külön választják attól, akik nem tették meg. És van egy kész bolygó, ember, tehát hasonlít a Földre, technika nélküli bolygó, már ugye mindig az emberiség technika nélkül indult a bolygón, ezen is, a Föld bolygón is, és ugye oda kerülnek azok, akik nem akarnak változni, nem akartak. Ezen a bolygón, mondom, ha nem lenne aranykor, akkor sajnos megvan az oka, hogy miért kell ennek a bolygónak eltűnni a Föld színéről, illetve a naprendszerből. Ugye ezt tudják azok, akik tudják. De ugye mondanám, hogy ez ugye az az ok, hogy ezt a bolygóra fáj a foguk olyan lényeknek, akik nem ez az univerzumhoz tartoznak, hanem egy másikhoz. És belülről akarnák ezt az univerzumot bomlasztani, úgyhogy megszerzik a Földet. És ehhez nekik sok lélekre lenne szükségük, emberi lélekre, mert a lélek, azt mondhatnánk, hogy emberi lélek, de a lélek az lélek, az tök mindegy, hogy emberben van, vagy egy hüllőben, tök mindegy, az ugyanolyan lélek, csak az egyik legfeljebb magasabb rezgésű, a másik meg alacsonyabb rezgésű lélek, de lélek. És úgy tud egy faj szaporodni, hogyha bele tud tenni egy lelket. És itt lélekre van szükség. Szükségük, hogy az emberiségtől elraboljanak minél több lelket. És ehhez csinálnak olyan dolgot, hogy ugye az imént említettem, hogy fogják és, vagyis ugye úgy vagyunk megcsinálva, hogy a lelkünk kapcsolatban van a teremtőddel. Tehát a lelked az teremtőddel kapcsolatban van. Oké? És tudod, hogy szüntetik meg ezt a kapcsolatot? Hogy megszállják az egyént. De ha jó állapotú, nem tudják megszállni, hanem csak amikor rossz állapotú. Akkor ráküldenek egy olyan megszállót, ami gyakorlatilag egy ilyen robot lélek. Tehát egy robot lélek. A robot lélek az a démon. Tehát az nem egy valódi lélek, az egy robot lélek. Ráküldik a démont, ennek hatására átveszi az irányítást az ember felett. Oké? És megszünteti a kapcsolatot a teremtőjével, a lélek kapcsolatát. De ezt mondom, akkor tudják megcsinálni, hogyha előtte elérik a médián keresztül, hogy az illetének nagyon-nagyon sok problémája legyen, és tartósan rossz állapotba kerüljön, és akkor rá lehet küldeni egy olyan energialényt, ami ugye nem is lény, mert egy robot, egy energiarobotot. Tehát nagyon egyszerűen negyedik dimenziós olyan létrehozott. Egyébként az ember létre tud hozni egy démont. És ezt csinálják is, hogy csinálnak például olyan szeánszot, csoportok a világban, ahol létrehoznak a saját energiájukkal ilyen energiarobotot, egy démont. Érted? Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan nagy passzizdasz csinálni ilyet,
Na most nálunk sokkal intelligensebb lények, akkor sokkal könnyebben meg tudják ezt csinálni. Tehát létrehoznak ilyen lényeket, ráküldik azokra az emberekre, akik rossz állapotúak, átveszik fölötte az irányítást, vagy fölöttük az irányítást, így nagy eséllyel elérve azt, hogy utána, mikor az illető meghal, akkor megszerezzék a lelkét. Csak van ezzel kapcsolatban egy kis gubanc, avval nem tudnak mit tenni, hogy amikor az illető meghal, akkor a lélek ugye kiszabadul a testből. Tehát kiszabadul a fogságból. Tehát ezt most úgy képzeljétek el, mintha te belennél egy börtönbe. Oké, a börtön az egy helyiség. Benne lennél egy börtönbe, és oda beengednének hozzád valami nagyon rossz szemét. Érted? Aki sokkal erősebb nálad, és nagyon rossz dolgokra kényszerítene. De ha kiszabadulsz a börtönödből, akkor már el tudsz tőle menekülni. Érted? És ameddig ugye te testben vagy, emberi testben vagy, mint lélek, addig a lelked egy börtönbe van. Ezért rád lehet szabadítani egy lelket, mert nem szabad, nem lelket egy ilyen lényt, mert nem vagy szabad, érted? Zárt térben vagy. De amikor meghalsz és kiszabadulsz a testedből, akkor még az embernek mindig van egy, illetve a léleknek még mindig van egy döntési helyzete, hogy visszamész oda, honnan jöttél, az előző, tehát ez életed előtt jöttél, vagy nem mész vissza, hanem mész a, ugye a pokolbéliekhez. De még mindig mondanék ezzel kapcsolatban valamit, hogy tehát nem csak az a lényeg, hogy van egy saját szabad akarata a léleknek, hanem az is nagyon fontos, hogy maga, na mit akartam mondani, közben elvesztettem, na mindegy, majd eszembe jutott. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem ismerik az embernek a működését, és nem ismerik azt, hogy milyen lehetőségek vannak itt a világban. És nem ismerik azt, hogy például az is egy lehetőség, mert ez a te döntésed, hogy hagyod, hogy elnyomjanak, ezáltal olyan rossz állapotba kerülsz, hogy rád küldhetnek egy megszállót. Oké? Na most, ez a rád küldhetnek egy megszállót, úgy is értheted, hogy beszéltünk már erről sokszor, hogy meghalnak lelkek, és azoknak energiára van szükségük, és akkor ugye megszállnak embereket. Ez egy más kérdés. Tehát ez egy teljesen más kérdés. Mert egy ilyenfajta megszálló, amelyik gyakorlatilag egy emberi lélek és energiára van szüksége, ezért ugye megszállja egy másik testet, megszáll, és akkor az illetőben ugye van két lélek. Ez ugye ez az egyszerűbb dolog, mert az egy emberi lélek, de az se jó. Mert ugye az illetőben van két lélek. Tehát most ugye sokszor szokták mondani, hogy valaki mondjuk skizofrén. Ugye az azt jelenti, hogy egyik pillanatban ilyen, a másik pillanatban meg olyan tud lenni az ellenkezője. És az ilyen személy miért ilyen? Hát mert ott van benne két lélek. Világos ez? Na most az, hogy démoni energia van benne, vagy pedig mondjuk egy olyan
emberi lény energiája, ami esetleg gonosz volt. Megvan, mit akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy itt vagyunk, mint ember, mi emberek. Itt a nyugati társadalomban az emberek nagy része nem tudja, hogy mi van halál után. Azt se tudja, hogy mi volt halál születése előtt. Tehát az élete. Ez élete előtt, nem tudja. És nem tudja, hogy mi történik utána. Na most, ha az ember tudja, hogy mi vár rá a halál után, akkor arra fel tud készülni. Ha az ember nem tudja, hogy mi vár a halál után, akkor azt se tudja, hogy neki, mikor kilép a lelkéből, el kellene távozni oda, ahonnan jött. Ha az ember nem tudja, hogy neki el kellene távoznia, akkor itt marad a bolygón, mert a legtöbb ilyen lény, amelyik itt marad a bolygón, értelmes energia, magyarul lélek, itt marad a bolygón, azért maradt itt, mert két dolog történhetett vele, vagy nem tudja, hogy neki a mi a dolga halál után, tehát hogy el kell távozni, vagy az a másik, hogy, na mi is a másik? Mindjárt mondom. Ja igen, hogy azt hiszi, hogy alszik. És azt hiszi, hogy álomba van. Tehát ő nem tudja, hogy meghalt. Mert ugye az álomban, ha visszaemlékszel, nincs idő és nincs távolság. Oké? Tehát nincs idő és nincs távolság. Tehát mivel az álomhoz nagyon hasonlít a halál utáni az az állapot, amikor az ember kilépett a testéből, ezért az illető, mivel nem tanulta sose, azt hiszi, hogy álmodik. És az álomban nincs olyan, hogy most álmodsz egy órát, vagy száz évet. Nem tudod meghatározni a különbséget. Tehát ha valaki száz évet álmodik, ő nem tudja, hogy száz évet álmodott. Érted? Tehát mivel nincs idő, neki a száz év olyan, mint az egy óra. Érted? És mivel nincs távolság, ezért ugye nem kell közlekedési eszköz sem, ugye a távolság legyőzéséhez. Tehát emiatt, hogy az emberek nem tanulják, hogy mi van halál után, nem tudják, hogy utána mi a teendő. Tehát ugye a föld alatti, tehát inkább úgy mondom, pokolbélieknek, tehát a pokolbélieknek, az az érdekük, hogy te tudatlan maradj. Mert ha te nem tudod, hogy mi a dolgod halálod után, akkor nagyobb eséllyel tudják megszerezni a lelkedet, mintha egy ember, amelyik meghal és tudja, hogy mi a dolga a halál után, akkor fogja és felmegy a fénybe. Világos ez? Na most, és ha megnézed, elég szép összefüggések vannak a világban azzal kapcsolatban, amit most elmondtam. Milyen összefüggés? Hát ugye az a jó a lentieknek, az alvilágiaknak, hogyha az ember minél tudatlanabb. Minél tudatlanabb az ember, az élet működésével kapcsolatban, és most itt nem, és az ember működésével, az emberi például az elme működésével kapcsolatban, annál inkább nem tudja, hogy mi lehet, mi várható, mi hogy történik, stb. Stb. És emiatt ugye be tudják indítani azt a fajta vágyjal kapcsolatos, mert az emberben, minden emberben van valamilyen szintű vágy, ez nem a lélekhez kötődő, hanem a testünkhöz kötődő, ez az állatvilágból származó baromság. Van minden emberben valamilyen szintű vágy, és a vágyakra lehet építeni a manipulációt.
és a manipuláció rá van építve a vágyakra, például most nagyon jól manipulálják avval az embereket, hogy arra vágyjanak, hogy, megszűnjön ez az egész mizéria, ami van. Nagyon jó manipulálási elem. És tehát manipulálják az embereket, ez látni, hogy egyértelműen ilyen alvilági dolog, és ennek köszönhetően az emberek rossz állapotba kerülnek a vágyaik miatt. Hát gondold végig, ha kiiktatnád a vágyaidat, fognád és az összes vágyaidat kiiktatnád, nem lenne semmi problémád. Semmi. Az összes problémádat a vágyait hozták létre. Az összeset. Tehát nyilván tanulás nélkül úgyse tudod kiiktatni, úgyhogy ennyi. Na szóval a lényeg az, hogy elérik, hogy az emberek vágyakozzanak, nem kismértékben, hanem nagyon, nézd meg, de úgy csinálják, hogy a vágyaikat nehogy elérjék, nézd meg, vagy a vágyaiknak negatív következménye legyen. Például megvette a vágyódott egy saját lakásra, megvette hiteldől, de happy, örült, boldog volt, teljesült a vágya, utána meg nem tudta fizetni, és úgy, ahogy volt, elvették tőle. Oké? Okay? Tehát mindegy, hogy hogy, de elérik, hogy a vágyaidnak negatív következményei legyenek, és ezáltal rossz állapotba kerül az ember, a rossz állapota miatt. Ugye az történik, hogy nem tud tanulni, tehát nem tud tanulni, mert nem amiatt nem tudsz tanulni, hogy elnyomást kaptál, hanem azért, mert az elnyomás következtében rossz állapotba kerültél, és egy rossz állapotú ember, tehát amikor, ha megnézed az iskolákban, ahol jártál, általános vagy középiskolában, kik voltak a rossz tanulók? Mindig azok, akiknek otthon családi problémáik voltak a szülőknek. Ezáltal a gyerek rossz állapotú volt, mert ugye tudjuk, hogyha a szülők rossz állapotúak, akkor a gyerek is. Nem felnőttként, hanem mikor kisgyerek. Főleg ugye alsó tagozat. De a alsó tagozatban a gyerek folyamatosan azt látja, hogy a szülei konfliktusban vannak, stb. Stb. Vagy akár vele vannak konfliktusban, most tök mindegy, akkor onnantól kezdve a tanul, mivel rossz állapotba kerül a gyerek, a tanulmányait döcögve végzi, és hiába javul meg ez a helyzet mondjuk a felső tagozatban, gondold végig, kimaradt 4 év tanulás. Azt nem lehet bepótolni. Érted? És ha megnézed, visszaemlékszel, mindig azok voltak a rossz tanulók az általános iskolás alsó tagozatban, akiknek otthon a szülőkkel gondok voltak. Oké? Okay? Mindig. És akinek rendezett volt otthon a háttér, az nem volt rossz tanuló. Világos ez? Tehát nem a képessége miatt lesz az ember rossz tanuló. Nincs ilyen, hogy azért, mert ilyen képességű. Nem. Azért, mert a családi háttere a gyereknek nincs rendben. És ezáltal magára veszi az elnyomást, lemegy a hangulata, és nem tud tanulni. Világos ez? Hiába tanul, itt bemegy,
itt meg kijön. Érthető? Tehát az emberek ezt nem tudják, és nem rendezik a háttérkapcsolatot, hadd hűljön szegény gyerek. Oké. És ezzel nem bántani akarok senkit, de sajnos ez a tény. No, hát körülbelül ennyi fér bele a mai napba. Ha érdekesnek tűntek azok a dolgok, amiről beszéltem, azért megkérdezném tőled, hogy megoldásokat hol tudsz kapni ezekre. Mert ezek, amiket elmondtam, ezek a mindennapokban benne vannak. Megoldásokat hol kapsz? Hol? Rajtunk kívül hol lakik? Inkább úgy kérdezném. Rajtunk kívül hol kapsz? Én nem tudok máshol. Nincs. Nincs más. Na úgyhogy várunk téged szeretettel, a legkedvezőbb módon, a legkedvezőbb díjjal, hogy legyél tanuló. A megoldások, a képzéseink vannak, képzéseinken vannak, nem a díjmentes részen. Jó? Na most ugye azért megkérdezném, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja ki 3 hónapra. 3 hónap kipróbálás, az kerül neked nem egész 40 ezer forintba. Hát pár száz forint hiány, 40 ezer forintba kerül. És a csak nem 40 ezer forintért kapsz minimum, tehát minimum azt mondja, hogy 360 ezer forintnyi tudást, értékű tudást. Tehát alsó hangon 360 ezer forint értékű tudást. Tehát hogyha ez neked nem jó ajánlat, tudod mit? Akkor tanulj ott, ahol akarsz. Ennyi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!